ezen a területen a város szépítésében, virágosításában Győr városa mindig is igyekezett élen jár, és mindig is megpróbál az adott év kihívásainak megfelelően dolgozni. Győrnek megtiszteltetés, hogy a Főkertészek Szövetsége itt rendezi országos konferenciáját, ezt mondta köszöntőjében a város alpolgármestere. Fekete Dávid szerint az önkormányzat sokat tesz azért, hogy rendezettek legyenek a közterületei, ráadásul az idei év főkertésze is győri szakember lett. A város költségvetésének összeállításakor már hosszú évek óta az egyik legfontosabb szempont, hogy a város üzemeltetésre tudjunk forrásokat biztosítani olyan mértékben, hogy a településkép továbbra is nagyon szép és rendezett legyen. Én azt hiszem, hogy Győr városában jó élni, és látni azt, hogy a növények megjelenése, a különböző közterületi díszítések azok megfelelőek, és biztos vagyok benne, hogy a következő évi költségvetés összeállításakor is erre fogunk törekedni. A főkertészek számára komoly kihívás alkalmazkodni a megváltozott klimatikus viszonyokhoz, ezt már a MÖFÖ elnöke mondta a Győr Plusznak. A szakember szerint a kisalföldi megyeszékhely ezen a területen is élen jár. Általában ott tartanak a városok, hogy nagyon sok szárazságtűrő növényt alkalmazunk. Többek között dr. Kovács Zoltán magyar nemesítőnek a szárazságtűrő egynyári virágait, illetve szárazságtűrő fásszáró növényeket, alkalmazunk cserjéket, fákat, örökzöldeket. Győr ebben nagyon jó helyen tart, mert mind az egynyári virágok, mind a fásszáró növények között alkalmazzák ezeket. Az ország főkertészei a tanácskozáson többek között a közterületek aktuális növényvédelmi problémáiról, a magyar nemesítésű fásszáróak elterjesztéséről és a szárazság és hőségtűrő gyepfelületek kialakításáról is eszmét cseréltek.